Halmokban állnak a táblás csokoládék a rendőrök fotóján. Egy háromtagú fiatalokból álló banda tagjaitól foglalták le az édességeket az egyenruhások. Boltokból lopták el a csokoládékat a 16, a 19 és a 23 éves tolvajok. Volt, hogy tetten érték őket, ám ez sem zavarta meg, hogy tovább lopjanak. A 19 éves fiatalnál kollégáim egyszerre 46 tábla csokoládét találtak, de kiderült, hogy korábban már a nap folyamán ellopott szintén több tucatnyi csokoládét, mégpedig körülbelül 86 darabot. Úgy tudjuk, a fiatal tolvajok az ellopott csokoládé egy részét eladták, a pénzből pedig kábítószert vehettek. Ráadásul az sem volt nekik elég intőjel, hogy a rendőrök elkapták őket. Egy nappal a kihallgatásuk után egyikőjük ugyanis megint lopni ment. A rendőrök újra könnyen elfogták a fiúkat, korábbról ugyanis egyikőjüket már jól ismerték. Ő arról híres, hogy korábban körözték kollégáim, és akkor is éppen egy bolti lopáson értéktetten, mikor kiderült róla, hogy körözik. A három csokoládét többször is elcsenő fiatalnak most üzletszerűen elkövetett lopás miatt kell majd felelnie, egyelőre szabadlábon védekezhetnek.